Nincs meg a diplomád a nyelvvizsga hiánya miatt? Neked szól a diplomamentő programunk. Ezekkel a gondolatokkal kezdődik az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Hivatalos videója. A programot azért indították el tavaly, hogy azok, akik nyelvvizsga hiánya miatt nem tudták átvenni oklevelüket, éljenek egy ingyenes nyelvi képzési lehetőséggel. A programon belül nyelvi szintfelmérések után különböző intenzitású kurzusokra lehet bejutni, azonban érdemes tudni, hogy a diplomamentő utolsó lehetőségeit hirdetik. A jelentkezés végső határideje november 15-e, ezt az időpontot megelőzve október végéig minden tervezett képzés felkerül az OFA rendszerébe. A diplomamentő program utolsó szakaszában még körülbelül 1000-1500 fő támogatására tudunk lehetőséget biztosítani. Ezt most jelenleg 21 településen tudják megtenni a résztvevők. Konkrétan Szabolcs megyében a továbbiakban még 2 helyszínen fogunk képzéseket indítani, ez konkrétan Kisvárda, illetve Nyíregyháza. Azonban országosan elmondható, hogy nagyjából egy olyan 150-170 képzés az, amit még indítani fogunk a közeljövőben. Szabolcs megyében, tehát Kisvárdán és Nyíregyházán szintén lesznek 240, illetve 360 órás képzéseink is, viszont már csak angol nyelvből fogunk ebben a térségben képzéseket indítani, mert úgy láttuk, hogy erre lesz még igény. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több településén indítottak nyelvi képzéseket az elmúlt hónapokban. A nyíregyházi főiskolán például eddig 6 kurzust, 5 240 órásat és 1 360 órásat indítottak. Az intézményben ezután is lesz angol nyelvvizsgára felkészítő kurzus. A közeljövőben is szeretnék még egy kurzust beindítani a kvótánk alapján. Október 16-án indul. Mai naptól lehet a kurzusra jelentkezni, tehát mától nyitja meg az OFA rendszere a regisztráltak előtt a jelentkezés lehetőségét. Az eredményességről is beszámolhatok. 3 csoportunk zárt. Ők augusztus 8-án az ITK Origo típusú állami nyelvvizsgarendszerben középfokú nyelvvizsgát tettek, körülbelül 70%-os sikerességgel. Volt, akinek az írásbeli nem sikerült még, de a szóbeli már sikerült. Volt, akinek mind a kettő sikerült. Olyan is, akinek már megvolt a szóbelie, és most megcsinálta az írásbelit hozzá. Országosan már több mint 9000-en vettek részt a programban indított csak nem 850 képzésen. Az eddigi vizsgaeredmények szerint az első fél évben a programban támogatottak közül mintegy 1300-an próbálkoztak nyelvvizsgával, és 10-ből 9-en sikeresen teljesítették azt.